Ügyes rác! DJ Konz, R&B All Stars! Na gyerekek, hát egy csodálatos pillanat jön a Punk 16 életében, mert hogy üdvözölhetünk végre egy olyan labdarúgót itt nálunk a stúdióban, aki válogatott is volt, és hát rengeteg helyen játszott külföldön, légiósként tevékenykedett Magyarországon, és igaz, hogy egy olyan csapatban játszott Magyarországon, tehát amit én nem nagyon jegyzek, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy mindenféleképpen neki elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy annak idején a Ferencváros olyan jól szerepelt bizonyos helyeken. Úgyhogy érkezik ide hozzánk a stúdióba egy olyan fiatal ember, aki most már inkább a pályának egy másik részén áll, és ő próbálja osztani az észt, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy vajon hogy vélekedik a magyar labdarúgás jelen helyzetéről, és arról, ami jelenleg ugye világviszonylatban, ha nézzük, folyik a labdarúgásban. Érkezik Mátyus János. Bocsánat, lehetettem a labdát közép a kezemből. Szia, Janikám, szia, haver. Gyere, csücs oda le. Na hát próbáltalak itt felhozni, de hát azért nem tudom neked elnézni, hogy a Fradiba játszottál. Tehát, hogy itt nagy próbáltam szörű, szépet nagyon, mondani. Nagyon ruhágyban, persze. De hát azért így sikerült. Így van. Így van. Hogy vagy? Nagyon jó. Nagyon jó. Jó. Hát nem volt ez olyan biztos. Ja. Nem vannak gondok. A Reacszal most picikét szenvedünk, a kiesés szelleme megérintett minket, de dolgozunk tovább. Mert hogy te most? Én most a Reac edző vagyok, most már lassan 2 éve, és benn fog maradni. Tehát ez a tény, ami előre visz. Hát figyelj, hogy akkor most már vele is kezdünk a Reacos dologba. Ha Reac, akkor jelenleg ugye a legjobban az foglalkoztatja az embereket, azon kívül, hogy bent fogtok-e maradni, vagy nem maradtok bent, hogy ugye nyilvánvalóan ugye Kutesi Róbert, aki a klubnak az egyik emblematikus alakja volt, ugye öngyilkos lett. És hát ugye nyilvánvalóan itt azért összemosódnak dolgok, ugye hogy a világon itt ugye végig söpört ez a nagy bundabotrány, és nyilvánvalóan mindenki azt rebesgette, hogy vajon ő a szeretett klubja miatt vetette véget az életének, avagy volt valami köze olyan dolgokhoz, amiket nem szeretett volna, hogy kiderüljön, és ezért menekült a halálba. Ezt a kérdést olyan 99-et tették fel nekem az elmúlt hónapokban, csak azt választottam, hogy nem tudom, őszintén nem tudom, fogalmam sincs. Az meg sem fordul a fejemben, hogy benne volt, nem tudom elképzelni, hogy benne lett volna. Tehát, hogy ő nem beszélt soha olyan dolgokról, hogy mi a baj? Tehát, hogy nem, mert azt én nagyon tudom, hogy már újságíróként is nagyon vehemens foci rajongó volt. Ismertem őt, sajnos így kell mondanom, lassan 10 éve, nem volt zárkozott ember, viszont a halál előtti 2 hétben egyszerűen az ember olyan megváltozott. Nem is ő volt. Nem ő maga volt, és akkor éreztem, hogy lehet valami baj, de hogy erre, hogy megölje magát, erre nem gondoltam, őszintén mondom. Borzasztó volt, a felesége hívott délután 3-kor, hogy Robi hol lehet. Mondom, Ibolya, nem tudom, hát edzést tartottam, még egy pár szót beszéltem vele tréning előtt, hogy mi újság, és mondtam, nem tudom, de előkerítem. És sajnos a feleség hívott még egyszer este 8-kor, hogy a Robi megölte magát. Borzasztó pillanatok voltak, életem legnehezebb percei azok, de és igazából most se dolgoztam még föl. Aha. Figyelj, ez a dolog egy picit így ki van merítve szerintem így magyar sajtóilag, tehát mindenki persze foglalkozott ezzel, széttépték ezt a dolgot. Erről nem is nagyon szeretnék többet beszélni, de hogy igazából szerinted miért van az, hogy mondjuk egy Angliában nincsen bundabotrány, tehát egy angol bajnokságban... Ezt tudod? Vagy csak nem derül ki? Én nem tudom, hogy van, nem tudom, hogy nincs. Azt tudjuk, hogy Magyarországon valószínűleg volt, vagy lehet, hogy most is van. De én azt gondolom, hogy nincs kevésbé Magyarországon, mint a környékbeli országokban, vagy akár nagyobb bajnokságokban is. Nem tudom, de szerintem Magyarország nem jobban fertőzött, mint akár még másik ország. De mi az oka ennek? Hát azért nem kerestek ti így se rossz pénzt. Tehát, hogy én mikor itt volt Hemingway úr nálam, és beszélgettünk vele, akkor én egy picit próbáltam, hát hogy is mondjam, nem megvédeni, mert ez rosszul, mert nem akarom megvédeni azt, aki bundázik. Egy picit próbáltam azoknak az oldalát is, szemszögét is megvizsgálni, akik azt mondják, hogy mondjuk belemegyünk egy-két csimbe, nem fizet a klub, hónapok óta üres a pénztárcám, el akarom vinni a csajomat vacsorázni, el akarok menni moziba, ki kell fizetnem a rezsimet, van egy családom. Van neked egy jó barátod. Igen. Urbán Flónak hívják. Igen.
Én nem citálnám most őt, de kénytelen vagyok. Ő mondta azt, hogy nem felmentve őket, aki bundázik, nem megbocsátva nekik, de amiről te beszéltél, ez egy valós dolog. Magyarországon a klubok jó, nagy százalékában nincs rendben a dohány, nem adják a pénzt időbe, nincsen prémium, késik a lakásbérleti díj, és ilyenkor az ember, én nem voltam soha olyan helyzetben. Én nekem szerencsém volt, kint voltam külföldön 1000 évig, Magyarországon a legjobb helyeken játszottam, de nem tudom, aki mondjuk nem köpem a pénzét hetek, hónapok óta, és a gyerek, nem felmentem őket, csak még egyszer mondom, hogy elgondolkoztató az, hogy talán Angliában lehet, hogy pont ezért nincs bunda. Uh-huh. Gondolom én. Tehát, hogy minden rendben van. Tehát Angliában volt, Németországban én játszottam, Skóciában, Ausztriában, ott ilyen szempontból, meg másmilyen szempontból is persze minden rendben volt. Szerinted mennyi lehetnek szerinted ebbe érintettek ebben az ügyben? Persze most kíváncsi, hogy válaszolom, de mert én fociban dolgozom, ott játszottam. Azért ti szoktatok beszélni, azért nektek ez a munkaköri kötelességetek. Szerintem ez marginális, remélem azt, hogy egy pár tucat maximum játékos van benne, de nem tudok igazából érdemben nyilatkozni neked. És ez nyilvánvalóan ez nem csak NB1-es labdarúgó, mert ezek a alsóbb osztályokat is nézhetjük. Én hallottam már azt, hogy másodosztályban is ez felütött a fejét, de konkrét dolgot igazából erről a dologról nem tudok neked mondani. Uh-huh. Csak hát nyilván nagyon szomorú, és a játékot tönkreteszi, hogy most látjuk akármelyik hibánál az NB1-be, egy kihagyott büntető, egy elhibázott szerelési kísérlet, egyből az van, hogy na ez biztos, hogy bunda volt. Ez a legkényesebb, a legveszélyesebb a dologban szerintem. Hát persze, hát innentől kezdve aztán nem lehet akármi lemosni, csinálsz, az bármi történik. Akármit csinálsz, igen. Edző rosszul cserél mondjuk, igen. Azt mondják, hogy hát persze, mert ő is benne volt. Nagyon, nagyon kellemetlen, és bárcsak már végre lenne, és ne is kelljen többet beszélnünk. Figyelj, te játszottál a Fradiba, Kotbusz, Hibernián, Admira, ugye, Tatabánya, Győr, te mindenhol voltál, de konkrétan volt-e olyan ország, ahol még találkoztál ezzel a jelenséggel? Nem. Magyarországon sem találkoztam, és külföldön sem találkoztam ilyen jelenséggel. Tehát, hogy ez tőled teljesen kimaradt? Tehát most nyilván nem, mert nyilván nem azt kérdezem. Nem játszom a hülyét persze, de volt olyan, hogy esetleg talán lett volna megkeresés jó régen, de nyilván az ember, jó helyeken játszottam, jó pénzeket kerestem. Nincs rászorulva. Meg egyébként, ha lehetem a szorulva, nem vagyok szent ember, de mondjuk ebből kimaradtam, van biztos vagyok benne. Aha. Tehát megcsináltam én is furcsa dolgokat a magánéletemben, de a foci az nekem szent volt mindig, és az is marad. Fia, 37 vagy most, nem? Így van. Nem értem. Tehát 38 gigs. És teper a bal oldalt, mint az állat. Kevesebb sört iszik. Ja, értem, akkor csak ez lehet a probléma. Értem. Nem, hát volt egy lehetőség, én játszottam egyik hétvégén bajnoki meccset Tatabányán, és pont a Robi hívott föl, talán szerdán, hogy lenne a kedvem edzősködni. Akkor 35 voltam. Hát mondom, Robi, ez most komolyan kérdezett tőlem? Hát azt mondja, komolyan. De és mondom, hol? Azt mondja, Realban, mondom, melyik csapatnál? Azt mondja, hát az elsőnél. Hát mondom, 35 vagyok, szép életem volt, jó karrierem volt, lassan már öregszem, kezdtem már akkor testesedni, hajrá. És egy hét múlva a Real kispadján ültem, mint vezetőedző. Tehát ilyen dolog szerintem kevés emberre történik, az életemben mindig szerencsém volt, egészen mostanáig. Hatalmas mázni volt ezeket, komolyan mondom. Azért legyünk őszintén. Ember abba adja, a vákumba kerül. Ezt akartam kezdeni. Talán kicsúszik, ahol nincs az a napi... És ezt gondolom egy csomó olyan fontos, tehát amikor együtt dolgoztál, jól éltetek, jól kerestetek, és most valahol nagyon mélyen tart. Nagyon sok olyan példa előttem, ami pont a foci utáni semmittevés miatt emberek életek kicsúszott, elcsúszott, elkezdtek piázni, elváltak, és igazából az életük tönkrement, rengeteg ilyen példát tudsz szerintem te is. Hát persze, hát sőt, nálunk is, és nálatok is vannak ilyenek. De mi a jelenlegi magyar labdarúgás esélye? 72 óta nem voltunk EB kontinens viadalon, és 86 óta nem voltunk VB-n. Ez politikán kívül, nem politizom én sem, de azt gondolom, mostani brigád az annyira a foci mögé állt, hogy ennek biztos, hogy lesz eredménye, csak ez sok-sok idő. Ők elkezdték egyszer, ugye, aztán félbeszakadt, most megint elkezdték, én nagyon bízom abban, hogy lesz a idejük, hogy ezt végigcsinálják. Nézd, ez pénz és idő. Ezt akartam kérdezni, szerintem mi a jó foci korban, titka? 8 éves korban el kell kezdeni a gyerekeket, 6 éves korban képezni normális körülmények között jó edzőkkel, fölkészült edzőkkel, jó labdákkal, jó pályán, jó szerkóval, az a legkevesebb, mondjuk a labda az fontos, a cipő az nem annyira, az edző nagyon fontos, és hogy jó pályán edzessenek. És ezt most elkezdték, rengeteg ilyen program indult be, ezt végig kell csinálni, de ez 10 év, inkább 12. Szóval most ez csodát ne várjunk szerintem, mert az elkövetkezendő
pár évben, szerintem még minden leszünk ott, de a VB-et csinál, akkor én biztos vagyok benne, hogy egy magyar fiú miért lenne tehetséges annyira, mint egy román, vagy egy angol, vagy egy német, vagy egy szerb, tök mindegy. Ugyanonnan indulunk. Csak egészen más, hogy lóvé, meg persze mentalitás is, de ez nagyon messzire vezetne. És a mentalitást szerinted lehet fordítani ez alatt a 10 év alatt? Jó edzőkkel szerintem. Aha. Jó edzőkkel, persze megint egy társadalmi kérdést vettünk talán föl, jó szülői háttérrel, nem pénzről beszélek. Aha. A szülőknél, hanem szellemiségről. Gondolkodás. Gondolkodásmód, igen. Szellemiség. Szerintem lehetne ezen nyilván fejleszteni, csak hát ilyen szempontból is eléggé el vagyunk maradva talán. Ki volt a legjobb fotista, aki ellen játszottál? Nem vagyok egy román fanatikus, de Hadzsi. A Hadzsi? Te fogtad? Hát egy pár szót találkoztunk a pályán. De volt Figo, Sirel, Del Piero, Inzaghi, sok ellen játszottam, de a Hadzsi az nagyon kellemetlen pali volt. Alacsony volt, én magas vagyok, ugye alacsony vagy borzasztó. Ki billentett? Hát egy párszor. Egy párszor, igen, nagyon jó futballista volt tőle. Lelkolatta. Jó, hát kérlek szépen, Jani, hát én nagyon sok sikert kívánok neked a Reacccal a továbbiakban is. Bízom benne, hogy minden problémátok megoldódik annál a klubnál, ami van, és lesz is. És hát nyilvánvalóan sörből még többet. A szemét Gix is abba hagyja valamikor, nem? Ez maradt meg benned? Ez maradt meg bennem, ez a legszebb mondat. Jani, nagyon-nagyon örülök. Köszönöm. Egy nagyon rossz hírem van viszont. Tudom, hogy ilyen szép, nagyon ötéd az ajtón. Kell távolni. Nem. Köszönöm szevasztok. Szépen. Ott kell sajnos. Arra nem, kell megy, komolyan mondod. Persze, hát abszolút, ne viccelj. Szevasztok. Szia, János. Gyerekek, ezt nézzétek. Mutatom, hogy hogy kell. Ez az Irish bogyó. Na látod, milyen hülye vagy ehhez is. Zene! Hey, we got a good thing. Don't know if I'ma see you again.